A sorozat következő vendége Alföldi Róbert, színész, rendező, tévésszemélyiség, festő és műgyűjtő. Melyik a jó? Melyik a jobb? Vagy a jobb? Azt szoktam mondani, hogy most már szerintem fenn fog maradni a nevem a gyűjtemény miatt. Csak ezért? Hát, tudod, a többi az mindig olyan kérdéses lesz. Na de csak akkor maradhat fönn a neved a gyűjtemény miatt, ha ez a gyűjtemény változatlan marad, vagy feltétlenül kell, hogy állandó mozgásban legyen? Hát szerintem egy gyűjteménynél nincsen, hogy kell. Legalábbis én azokat a gyűjteményeket szeretem, vagy én úgy gyűjtök, hogy nálam nincs olyan, hogy kell, vagy nincs olyan, hogy illik, vagy nincs olyan, hogy így van okésen egymás mellett. Tehát, hogy én majdnem azt merem mondani, hogy eszetlenül gyűjtök, de természetesen ez nem így van, hanem úgy van, hogy abszolút zsigerileg gyűjtök. És az, hogy, tehát, hogy mi szólít engem meg, és nem is elsősorban itt, hanem mondjuk itt inkább deréktől lefelé gyomrilag és egyébként. Tehát, hogy érzékien megszólít-e egy mű, vagy hogy rákattansz-e a műre, és akkor az elméletben lehet olyan mű is, ami mondjuk egyáltalán nem illik be a gyűjteménybe, vagy nem illik a többihez, ami van. De közben mégis azt gondolom, hogy, tehát, hogy amivel valós, meg igazi, meg hiteles viszonyod van műtárgy, az valahogy, az mindig egységben lesz a gyűjteményben. De ez most nagyon érdekes volt és meglepő, amikor azt mondod, hogy nem is fejben, hanem úgy gyomortól lefelé. Abszolút gyomor. Szóval meglátsz valamit, és ki kell menned a WC-re. Most nagyon triviális vagyok. Hát miközben azon agyalok, hogy szedem össze le a pénzt, igen. De nem, szóval, hogy ez nagyon pontos, ez a magyar szó, nagyon érdekes, hogy például nagyon, tehát idegen nyelvekben nagyon nincs ennek megfelelő szava, az, hogy érzéki. Uh-huh. Mert ebben ugye benne van valami nagyon erősen, valami ösztönös, benne van valami vonzalom, és ebben a vonzalomban keveredik a szerelem, de keveredik az erotika, szóval minden keveredik ebben a szóban, hogy érzéki. És nem arról szól, bocsánat a triviális kifejezésért, tehát nem arról szól, hogy, tehát nem az aktusról szól. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy azt a kifejezést használjuk a magyarban, hogy érzéki, akkor nem a töcskölésre gondolunk. Hanem arra gondolunk, amiből lehet, hogy lesz majd töcskölés. De hogy ez a megfogalmazhatatlan vonzalom, vagy megfogalmazhatatlan ráfókuszálás arra a világnak, vagy annak a pillanatnak, vagy annak a nem tudom micsodának az egy szeletére. Te is gyűjtesz. Pontosan tudod, ha látsz egy olyan képet, akkor ez egész egyszerűen hetekre képes vagy arra, hogy valahogy így a világot így beszorítsd, és hogy valahogy csak azt lásd. És ebben nem biztos, hogy persze, hogy benne van, hogy jó lenne megszerezni, de találkozol olyan művekkel is, amiről pontosan fogod tudni, hogy a fene-fenét eszik, sem tudod megszerezni, de mégis valahogy minden oda vonz, oda fókuszál arra az egyre. És ugye nekem ez a tehát hogyha nekem ez az, amikor így rákattanok egy képre, egy szoborra, egy kerámiára, egy bútorra, egy bármire, hogy anyámat idézzem, gyűjthetnék már egyfélét, hogy de tényleg ez van. Tehát és persze, hogy ebben aztán, amikor már hosszú évek óta foglalkozol ezzel mániákusan, akkor persze, hogy ebbe belejön a szellemiség, és ebbe belejön az, hogy el tudod tenni magadban is azt a műtárgyat, itt is, el tudod tenni mondjuk ott is, hogy mi tört, tehát hogy a világban is el tudod tenni, tehát meg tudsz róla csomó mindent, csomó információd lesz, tájékozott leszel, érzéked lesz hozzá, megint itt van ez az érzékiség. De az első találkozás az ez. Tehát most, amikor jöttem ide, és akkor a Kálmán galériáján találkoztam a fiúval, aki már éppen húzta le a redőnyt, akkor most van valami új kiállítása a Kálmánnak, és a konok mellett van egy kép. És tök fél homály volt, tök minden volt, de ahogy így benéztem, hogy vajon ott vagytok-e, azonnal arra a képre, így és kurzba, így ránéztél arra a képre.
Tehát, hogy... És akkor megindult benned most valami? Persze, majd ezzel végzünk, akkor beszélek a Kálmánnal, hogy mi az. Meg, hogy nincs róla fotója, és akkor küldje át. Vagy, hogy eladó-e egyáltalán? Eladó. Megfélebb az ember nem tudja megvenni. Azt akartam mondani, amikor az előbb arról beszéltél, hogy hát nem biztos, hogy aztán meg tudod szerezni, hogy amióta én Nudelman Lászlóval beszéltem, akiről a legnagyobb történet az, hogy ő már tizenvalahány éves kis korában, amikor elment különböző kiállításokra, és ott megszerzett egy katalógust, és látta, hogy kik vannak magángyűjtőknek, milyen képei vannak ezen a kiállításon, akkor az, ami neki tetszett, azt bekarikázta, hogy ez XY-nál van. És akkor soha nem gondolta volna, hogy ő ezt egyszer meg fogja tudni szerezni, de aztán az élet mégis úgy hozta, hogy megszerezte. Ennek a legklasszikusabb példája, amikor a Rácz István gyűjteményből végül is meg tudta szerezni Gulácsi Lajos Dala Rózsa Töröl című képét. Na jó, a Laci egy tök más ügy. Tehát én nagyon kevésen gyűjteményt ismerek, mint az övé, hogy a fene vigye el, ami ennyire tűpontosan a legmagasabb minőség. Tehát ő valóban hosszú éveket, évtizedeket készült arra, hogy kiválassza azt a 200-300 képet, nem tudom mennyi van neki, lehet, hogy nincs is annyi, de biztos. Nem hiszem, hogy van annyi. De hogy minden egyes képe az tűpontos. Persze, tehát én arra emlékszem, hogy még Ordason, vagy lehet, hogy Dunapatajon, a Nőklapjában volt egy... A cikkre már nem emlékszem, de hogy itt jobb fölül sarokban volt egy ilyen ekkora fotó a Vajda Lajos perui madonnájáról. Uh-huh. És az, tehát az első emlékem az, hogy így megakad a szemem egy képen, tehát egy műalkotáson, vagy egy képzőszeti alkotáson, az ez a történet. És persze... Hány éves voltál? Ekkor 12-13. Uh-huh. És világos, hogy egyrészt akkor, hát azt hogy nagyjából gondoltam, szerintem, hogy fogok gyűjteni, mert mindig, tehát 5 évesen gyűjtöttem. Gyufa címkét. Nem, ha mindenki gyufa címkét gyűjtött, nem. Végigjártam a padlásokat és a törött korsókat, meg rokkákat, meg vastálakat, meg a nem tudom miket, tehát amit lehetett összeszedtem. Na mindegy, szóval, hogy a perui Madonna volt az, ami így először így beégett. És nem tudtam természetesen, hogy ki ez a Vajda Lajos, és nem tudtam, hogy ez mit csinál. És nálam van a perui Madonna. És volt benne 10 év, hogy hozzám kerüljön. De szóval vannak ilyenek, persze. És vannak olyanok, hogy van az a kép valakinél, és akkor ki lehet találni azt, hogy ő neki melyik az a kép, amire ő nagyon vagy. Tehát, hogy vannak ilyen játékok, meg vannak ilyen nagy álmok, amik így az emberhez így aztán a végén oda kerülnek, de én most nem erre gondoltam, mondjuk a Metropolitanben látok egy képet, én nagyon optimista vagyok képszerzés szempontjából, de van pár mű, amiről nem gondolom, hogy az bármilyen módon hozzám fog kerülni. 2009-ben mondtál egy mondatot egy interjúban, hogy életedben nagyon fontos a képzőművészet. Miért olyan? Egyrészt nem kell hozzá másik ember. De neked nincs emberundorod. De. Tényleg? Hát, miért lenne? Nem undorom van, ez talán túlzás. De ugye én folyamatosan minimum 1, 2, 3, 4, 5, jelenleg 5-tel, tehát minimum 5 emberrel, 6 emberrel, 500-zal, 600-zal vagyok körülvéve. Minden, amit én egyébként csinálok, annak alapfeltétele az, hogy minimum egy ember legyen ott. Uh-huh. És a képek azok pedig, ott pedig azon, hogy én, hogy a képpel vagyok. És jobb egy képpel egyedül lenni? Egy képpel egyedül lenni sokkal jobb. Tehát művészettörténet barátaim, akik kiállításokat szerveznek, azok mindig megbántódnak, hogy én azt kérem tőlük, hogy ne kísérjenek végig. Uh-huh. Hagyjanak békén.
és kiállításra is úgy szeretek menni, hogy egyedül vagyok. Ez egy intim viszony. Ez egy abszolút intim viszony, hogy te megállsz egy kép előtt. Az mennyire szívbe magába, hogy mit érzel meg abból, ami a képben van, hogy éppen te adott pillanatban milyen állapotban vagy, hogy mire rezonálsz. Tehát ez egy nagyon intim cucc. Aztán erről lehet beszélgetni, meg lehet kedvet csinálni másoknak, meg el lehet mondani azt, hogy neked mi ez a viszony. De érted, az első randinál az nem annyira jó, hogyha ott vannak még 20-an. Mert ez abszolút arról szól. Ez arról szól, hogy mondjuk ez a rejg grafika, ezzel én együtt akarok-e élni, vagy nem akarok együtt élni. És ez az első randi kérdése. Uh-huh. Tehát abban ne zavarjon be nekem senki, még az se, aki is 1000 milliószor többet tud mondjuk a rejg művészetéről. Tehát, hogy... De ez ugyanez az ér... Tehát, ugye én csupa, tehát nekem ez a képzőművészet az csupa ilyen nagyon... Szóval én nagyon belső ügy, bármi furcsa. Mert egy képet nézve valahogy nem hazudsz magadnak. Mert a kép hatása rád, az nem tud koszos lenni. Aztán tud lenni, mert utána olvasol, meg trendi, meg minden összekeveredik meg, amikor már azt gondolod magadról, hogy annyira benne vagy ebben az egész cuccba, akkor meg ugye főleg. De az az első találkozás, vagy az egyedül lét egy képpel, az tök tiszta hazugság és sallagmentes pillanat és viszony. És ugye, mint minden jó cucc, ő mond nekem valamit, amitől én rezonálok ő rá, illetve de hogy ő rá rezonálok, saját magamra rezonálok. És amikor saját magad csinálsz egy képet? Az más cucc. Meg én nem vagyok festő, de annyira rendes vagy, hogy ezt állandóan ezt mondod, de én egyáltalán nem vagyok festő. Én talán egy kicsit jobb vizuális érzékkel megáldott, kézügyességileg közepes 4-esre értékelt piktor vagyok. Ugye megkérdezted, mindenki megkérdezi, és hol vannak a te képeid? És akkor nekem van az a válaszom, hogy elnézést kérek, nálam festők képei lógnak. Tehát hogy az egy tök más cucc, az embernek az a játékossága, az a marháskodása, az, hogy hogy a francban van az, hogy nem, tehát hogy a francban van az, hogy Nadler húz így egy vonalat, és az egy kép. És hogy a francban van az, hogyha én így húzok egy vonalat, az egyáltalán nem kép. De azt is megveszik. Az más kérdés, vegyék meg, mert abból tudok normális képeket venni. Tehát, hogy mondjam, ebben a bizniszben a sznobéria az nagyon fontos rész a dolog. De azért, amikor, ha már Dunapatajt említetted egy kicsit korábban, amikor ott Dunapatajon a Gabika néni rajz körében ott voltál, és azt mondta a Gabika néni, hogy na hát Robika, nagyon ügyesen dolgozol, akkor se volt valami komolyabb festői cél benned? Nekem nagyon sokféle célom volt, én nagyon sok mindent csináltam. Tehát én valóban jártam Gabika nénihez festeni, rajzolni, elég sikeres ilyen, akkor még rengeteg ilyen gyermekrajzpályázat volt, tudod, India, UNICEF, nem tudom micsoda. Csomó minden, az is tök oké volt. Én nagyon sokáig zenéltem, tehát én zongoráztam. De valahogy ösztönösen is, meg szerintem tudatosan is rájössz arra, hogyha nem hazudsz magadnak, hogy lehet, hogy nem vagy rossz, de nem vagy annyira jó. Tehát az, amikor nekem egy prof azt mondta, hogy tök jó egy ilyen közepes zongorista lehet, mondtam, az engem nem érdekel. És persze, hogy azért kérdezed meg a profot, mert pontosan érzékeled, hogy minden, ami itt van a zenével, az valahogy nem tud kijönni. Persze, hogy azért kérdezed meg, mert tudod. De azért annyira bátor nem vagy, hogy önmagadtól mondd ki ezt a mondatot. Nem kell egy megerősítés, hogy te nem vagy top zong, vagy nem is lehetsz top zongorista, igen, és nem is lehetsz Renoir se. Sajnos nem. És akkor ez engem nem érdekel. De a zongorázást ma már nem csinálod, a festést meg igen. Ez jó kérdés. Mert a zongorázást talán komolyabban csináltam.
Tehát az sokkal komolyabb. De meddig jutottál el? Hát volt koncertem. Mit játszottál? Miket játszottam? A Liszt, tudom, hogy játszottam, a Liszt történelmi tablósorozatát játszottam végig. Ami hát nem. Hát azért bocs, az nem. Igen. Bocs. Az nem piskott. Bocs. Tehát, hogy az valahogy komolyabban lett véve. Tehát azért nem csinálom azt. Ez a kenegetés, meg játék ezzel az anyaggal. Meg ebbe az is jó, hogy érted? Szóval ebben az is jó, nagyon ügyesség, de ebben az is jó, hogy az Úristen bekente úgy a Csernus meg a Lakner baszki azt az olajat, hogy az jött ki. Vagy hol rajzolt bele az ecsettel? Hát talán érted hozzá. Igen, de hogy ez nekem azért jó ezekkel maszatolni, mert hogy ebben mind az van, hogy én egyébként mit szeretek, meg egyébként engem mi vonz meg. Meg egyébként, hogy ez nekem mennyire nagyon fontos. De amikor ott állsz egy vászon előtt... Nem festek vászonnal, mert vászonnal festők tudnak festeni, és nem festek olajjal, mert ahhoz is festeni kell tudni. Amikor ott állsz egy karton előtt, egy lealapozott karton előtt. A karton nem kell alapozni. Akkor nem kell alapozni. Akkor ott állsz egy papírlap előtt. Akkor így akkor kenek. A Csernus eszedbe jut? Nem. Na hát még csak az kéne. Miért? Hát miért? Hát mert egyrészt hogy jut eszembe? Lebénítana? Nem hiszem, mert én erre szarok. Nem, mert hogy nem lehet úgy neki indulni egy ilyen marháskodásnak, hogy a Csernus jut eszedbe. Hát akkor nem csinálsz semmit. Uh-huh. Hát érted, ha érdekel a képzőművészet, hogyha ez rendesen mániád lesz, akkor nem fogsz úgy neki indulni egy ilyennek. Megint idézek tőled, amit elmondtál egy kiállításon, egészen pontosan 11 évvel ezelőtt, hogy az, hogy elkezdtem festeni, az az exhibícióm megnyilvánulása. Össze-vissza beszélek. Látod? Nem, az, hogy megmutatom, az az exhibícióm megnyilvánulása. De így, én a videóról vettem le ezt a mondatot. Ezek játékok, András. Tehát az, hogy én ezzel így... Ezen, mint a kertészkedés. Uh-huh. És akkor örülsz neki, hogy a paprika palántádon megjelenik a paprika. Tehát ez ilyen. De attól én nem leszek paprikatenyésztő. Uh-huh. Tehát ez ilyen. Tehát ez ennél nem fontosabb. Azt is mondtad ott ebben az interjúban, én csináltam veled azért idézek belőle, hogy azt mondta neked valaki, te mindent annyira jól csinálsz, hogy nem is lehet tudni, hogy csinálsz egyáltalán valamit jól. Ez az öcsém. Nem. Ez egész pontosan úgy hangzott el, hogy te igazán lehet, hogy jó színész vagy, mert elhiteted mindenkivel, minden mást is jól csinálsz. De hogy... Hú, de ez nagyon régen volt ez az interjú, mert nem beszélek ilyeneket. Tudod, hány éve volt? Hány éve? 11. 2009. decemberében a Belvedere Galériában. Amikor az Artemisa Gentileschi korszakod volt. Ja, igen, az angyalok. Igen. De látod, ez is játék, hogy azt hiszem New Yorkban láttam, a Medben láttam, ott volt egy nagy kiállítás, igen. És akkor minden kiállítást, amit én megnézek bárhol, ott én veszek katalógust. Meg olyat is veszel, ami már lejárt, mert azt olcsón meg tudod venni. Igen, de olyat, amit látok, azt mindig megveszem. És az nagyon meglepett engem, hogy egy kvázi nem modern kiállítás ennyire elkapott engem. Uh-huh. Mint ott ezek a buja angyalok, meg nem tudom micsoda. És akkor az is egy játék volt. Tehát ez szerintem az élmény tovább gondolása. Tehát ez tényleg olyan, mint ugye vannak ilyen gyerekfoglalkozások, hogy elviszik a gyerekeket kiállításra, és akkor azok utána hazamennek, vagy még ott ilyen pedagógiaira, hogy akkor ő mit őrzött meg abból, vagy hogy ő mit látott meg abból. Tehát szerintem ez csak ennyi. Most erre eszem jutott valami, ez is a MoMA-ban volt. Én imádom a MoMA-nak ezt a prekolumbián meg afrikai gyűjteményét, én azt szeretem a legjobban, és egyszer kint voltam, és megjelent egy ilyen rajzszakkör. És láthatóan ilyen nagyon-nagyon jó anyagi körülmények között élő, szerintem feleségek.
És ilyen elkép... Feleségek voltak egy rajzszakkör. Igen, tehát egy gondolom ilyen gazdag feleségeknek volt egy ilyen rajzszakkör. Szóval nem a dolgozók iskolájából nem, nem. Iszony, tehát olyan cuccokkal érted, hogy a nyálat csorgott a enceruzával, olyan mappával. És akkor megálltak egy ilyen gyönyörű, azt hiszem, dogon szobor előtt, egy ilyen agyag dogon szobor előtt, és akkor ott elkezdte rajzolni. Mindegyik feleség elkezdte a rajzolni, hogy hívják, amin állt a szobor. A posztamest. A posztamest, és ezen annyira kellett rögnem. Nem, csak erőt teszem. Hát, hogy tudják, hogy hova tegyék arányaiban a szobor. Igen, hát, hogyha belefér majd a szobor. Igen, igen. Ugyancsak ezen a... És már nem sokat idézők a festészetednél, de mindenki, mindenki nem fontos. Szeretem. Nem fontos. De. De meg semmi köze ahhoz, hogy én gyűjtök. Semmi köze nincsen. Semmi köze nincsen. Mert ez két tök... Tehát én azt gondolom, hogy a gyűjtést komolyan csinálom. Ha a festés meg csak szórakozásban. Igen. 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 Jó. Figyelj, ez érdeklődés. És tök jó, hogy beszéltünk Abika néniről, meg beszélünk az összes többiről, vagy beszélhetünk majd a tanárokról, de az, hogy te... Tehát a festegetés az én pedagógusaimnak a nagyon jó munkája, hogy érdeklődsz a képzőművészet iránt. Hogy ez nem idegen. Hogy a Füzesi Anuska néni az operát mutatott 6 vagy 7 évesen a faluba az iskolába. Amitől érted, kiskamasz vagy nagykamasz korodban nem szaladtál ki a világból, hogyha operát hallottál. Tehát ezek a pedagógusok semmi más nem csináltak, mint hogy ezeket úgy tudták tálalni, vagy a Gabika néni úgy tudta tálalni a képeket, hogy ez érdekes legyen egy gyerek számára. És hogyha egy gyerek számára érdekes, akkor teljesen normális és világos, hogy felnőtten is teljesen máshogy fog visszanyúlni ezekhez a dolgokhoz, és nem lesz idegen. Az egy más kérdés, hogy szereti vagy nem szereti. De hogy nincs pacekból elutasítva, és valóban egy a kíváncsiságot pöckölték föl bennem, de egyébként ez minden tanáromra igaz. Tehát a festés az ez, a gyűjtés az meg tök más. És akkor a gyűjteménynek, a festészetedhez semmi köze nincs. Semmi, hála a jó Istennek. Hát persze. Mert azt gondoltam, most csak egy mondattal térek erre vissza, hogy ahogy a gyűjtemény változik, mert a te gyűjteményed nagyon nagy átalakuláson ment át, úgy változnak a képeid is. Hiszen eljutottál, ahogy a Kolozsvári Marian mondta, a fifikés korszakból eljutottál valahova máshova. Igen. Ezért gondolom én, hogy a változás, ami a gyűjteményben végbe megy, lehet, hogy a festészetben is. Figyelj, de ez csodálatos, tényleg ez nagyon megható, de én azt gondolom, hogy egy ember 53 éves korára nem változik, akkor azért ott elég nagy gáz van. Tehát ez ennél sokkal egyszerűbb cucc. A gyűjtemény változása az más. Az más, de egyébként meg, hogy te is mindenben változtál, pedig alig vagy még 54. Tehát, hogyha nem változol... Ilyen bókot már nagyon régen kaptam. Tudom. Tehát, ha nem változol, akkor az nagyon nagy probléma. És persze, hiszen mindenben változol abban, hogy öltözköd. Szóval mindenben változol természetesen. És azt gondolj bele, hogy a világ mekkorát változott az elmúlt 20 évben. Tehát világos, hogy az életed minden területén valahogy változol. De a gyűjtemény változása az más. Hány periódus volt a gyűjteményben? Hát mondjuk 2,5-nél tartunk. Mondjam el, gondolom, hogy mi kell. Hát igen, érdekel. Jó, nem, akkor lehet mondani. Tehát ugye nekem az első képem az Kass János Bartók Kékszakálú Hercegvára című szerintem Szita sorozatának Szita. Egy darabja igen. volt, amit a Grafikai Alkotóművészek Szövetség... Részkarcolók. Azaz, Részkarcolók Országos Szövetsége árulta az ország különböző pontjain, és részletben lehetett megvásárolni. Én gimnazista... A kék hátterű, vagy a piros hátterű? Piros. És az volt az első ilyen képzőművészeti alkotás, amit én vásároltam, akkor gimnazista voltam. Még emlékszel, hogy mennyi volt? Hú, nem! Valami
2500. Igen, ilyen pár ezer font, és azt is 12 havi. Igen, tehát ilyen 250 forintokkal lehetett. Igen. Tehát, hogy a kajapénzem havonta az mindig kevés volt, és akkor kellett anyámnak írni. És aztán, amikor amikor ugye följöttél, meg főiskola, meg elindult az egész, akkor elkezdtem azokat venni, ami olyan nagyon divatos volt. Például? Hát Seiber Hugo, meg Battyányi, meg Vörös Géza, hát már ami az ember hozzájutott, meg hát szóval ezek, amik akkor ilyen nagyon-nagyon menők voltak. És hogy ezzel nem, szerintem ezzel nincs is baj. Tehát egyrészt ugye ezeknek megvolt az újdonság íze. Hiszen a Kas és a Vörös Géza között nem volt egy másik vonulat? Nem, nem. Hát hogy lett volna? De mi? Akkor azért sokkal többe kerültek a Battyányi, Seiber, Vörös Géza képek, mint a Kas, amit még ráadásul részletes. Igen, de közben volt 15 év, amiről beszélünk. Aha. Tehát közben volt 15 év. Tehát ezek a festők, ezek tehát még számomra is, aki érdeklődött a képzőművészet iránt, ezek teljesen ismeretlenek voltak. Teljesen ismeretlenek. Tehát az újdonság erejével hatottak, amiben szintén volt valami izgató, meg izgalom. Meg ugye, meg ekkor ezek voltak tehát ezek voltak a divatos, meg ezek voltak a jó fejlesztők, mindenki ezekről beszélt. De ezeket csak aukción láttad először? Hát hol láttam volna? Hát de tényleg hol láttam volna? Hát néhány kiállításon, vagy esetleg hol? Magángyűjteményben. Hát nem is tudtam, hogy valami életemben nem voltam magángyűjteményben még ekkor. Uh-huh. És akkor először az ember így amiket meg tudott venni, meg nem tudom micsoda, meg ekkor kezdődött az, hogy így megismerkedtem festőkkel, így másokból kifolyólag mondjuk a Bojnicssal, meg a Szűccsel. És akkor ebből lett egy ilyen fura anyag. De nem volt fura anyag, mert semmi baj nincsen ezzel. Tehát ez pont az az időszak, amikor az előző lakásom, ami az első ilyen önálló lakásom volt, az olyan volt, hogy a kilincseket, azokat New Yorkból, meg Amerika különböző ócskapiacairól, vagy ilyen ócskásaitól rendeltem, hogy eredeti 30-as évekbeli bakelit kilincsek legyenek. De ez csak egy példa. Tehát így volt megcsinálva a lakásom. Tehát, hogy ilyen minden ilyen iszonyúan átgondolt, kitalált, aránylag korban tartva. És ilyenek voltak a képek is. No, de Seiber korához részkilincsek illettek. Miért rendeltél bakelitet? Mert a bakelit az jobban tetszett, mert a bakelit az olyan volt, hogy ott voltak a bár, meg a bujaság, meg a nem tudom micsoda. És aztán milyen érdekes, hogy ezt így el kell mondanom, és nem tudom elmondani. Szóval inkább nem is konkrét festőket mondok, inkább azt mondom, hogy ahogy az ember elkezdte ezt nagyon erősen csinálni, vagy ahogy elkezdett engem nagyon erősen érdekelni. Ugye szerintem ez minden gyűjtőnél megvan, kivéve a Nudelman, hogy van egy hosszabb vagy rövidebb időszak, hogy megnyugszol a gyűjtésben. Nem tudom ezt jobban mondani. Tehát először behabzsolsz, nem, és aztán megnyugszol? Nem csak a habzsolás. A megnyugvást azt úgy is értem, hogy nem annak alapján választasz műtárgyat, hogy mások mit gyűjtenek, vagy mi a divatos, vagy mi a trendi, vagy nem tudom micsoda, hanem megnyugszol annyira önmagaddal, meg önmagadban, hogy valóban azt veszed, ami a tiéd. Függetlenül mindentől. Csak szerintem az egy folyamat. Na de ezzel azt akarod mondani, hogy se a Seiber, se a Battyányi, se a Vörös Géza képek, amelyek egyébként én láttam őket, nagyon jó színvonalú volt mindegyik.
akkor az nem a sajátod volt? De annak a sajátja, aki izgatottan, szorongva, zsizsegve gyűjt. És nem pedig teljesen békével önmagában, békességben, az önmaga ízlésével kibékülve, vállalva önmaga ízlését, nyugodtan és békében gyűjt. Dehogy nem, azok ugyanúgy az én vagyok, vagy én voltam. De hogy annak volt egy ilyen... Hát amikor az ember megengedi magának azt a luxust, hogy én mondjam meg, hogy szerintem mi a jó kép. De azok is jó képek voltak a kép. Igen, de arra sokan mondták, illetően, hogy jó kép. Nem, hogy én merjem azt vállalni, hogy én teljes mértékben vállalod azt a véleményedet, hogy mondjuk mit gondolsz egy képről. Uh-huh. Tehát, hogy megszületik az ízlésed, vagy kikristályosodik az ízlésed. Vagy módosul. Igen, de a módosulás az az, amiről én beszélek. A módosulás az az, hogy teljes mértékben ott állsz vállalva magadat mondjuk a gyűjtés kellős közepén, hogy nem befolyásol semmi. Semmi. Hogy mersz. Igen, hogy mersz, mered azt megvenni, nem ismerés, hogy magától értetődően azt mered megvenni, ami neked tetszik. Na de ezzel így voltál a sejbennél is. De igen, de nem. Mert akkor arról beszélt mindenki, akkor az volt a divatos, akkor azt ismerte mindenki, aki gyűjtéssel foglalkozott. És akkor úgy érezted, hogy hát az nem lehet, hogy nekem ne legyen sejberem vagy. Nem, még én ennél is őszintébb vagyok. Nem, nekem az akkor tetszett. Az akkor most is tetszik, de most már nem akarok vele együtt élni. És az, hogy nem akarok vele együtt élni, az úgy... Egyik reggel fölébredtél, és akkor azt mondod, hát itt van ez a sejben. Tulajdonképpen mit is szerettem ezen ennyit? Eddig. Nem. Ez egy folyamat. Ezt mondom. Tehát minél inkább... De minden folyamat egyszer elindul valami. Persze. Nem tudom, hogy mi a folyamat. A folyamat az, hogy elkezdek zavarni a kilincset. Ez egy mellékesnek tűnő dolog. A bakelit kilincset is elkezdtek zavarni. Igen, igen. A bakelit kilincset kezdtek el zavarni. Mert azt éreztem, hogy a fenébe baszki, hát mi a francért van ez így kitalálva, vagy milyen a kilincs. Mert egyszer csak ott volt egy ilyen kilincs, ami sok volt. Amit fáradtságos munkával az interneten. Igen, de volt benne valami risza. Riszálás volt benne. Uh-huh. De hogy amit hogy te megmutatod a vendégeidnek, hogy te nem, tudsz szerezni? Engem a vendégeim nem érdekelnek, én csak saját magammal foglalkozom. Nem, velem, nekem volt risza. Sok volt. Művi volt. Bejáratott út volt. Nem én voltam benne, az volt bennem, hogy jaj, csak olyan legyen, mint ott. Engem az érdekel, hogy olyan kilincsem legyen, ami az én kilincsem. Most milyen kilincsed van? A legegyszerűbb. Alumínium? Nem. Arany, viccelek. Nem, ami krómoztatatlan, az nem lett alumínium, mert az alumínium nem lett krómoztatni. Tehát az valami fém. Lehet, hogy sárga rész, csak krómoztatlan. Na mindegy, tehát hogy szerintem ez egy nagyon fontos folyamat, de szerintem ez minden gyűjtőnél megvan. A Nudelmannál azért nem lehet ezt, ha már róla beszéltük, az azért nem lehet tetten érni a mocsoknál, mert ő ezt a folyamatot megcsinálta anélkül, hogy képet vett volna. Tehát ő akkor kezdett el képet venni, amikor ezen a folyamaton, amiről én most beszélek, vagy nyökögök, vagy próbálom nagyon pontosan megfogalmazni, ezen ő túlment. Ez a karikázás, ez a kiállításokra elmenés, ez a jegyzetet, hogy milyen kiállítása, milyen kép van, hát pont a teljesen elbebeteg. Én hihetetlenül bírom, hogy egyrészt meg ez a sárga irítség, másrészt szerintem elképesztő tűpontos ízléssel van a szelek vagy gyűjteménye. Na mindegy, és ez a folyam, hogy mondjam, mint ahogy felnőtt leszel. Ez pont ugyanolyan folyamat. Tehát, hogy valahogy gyűjtőként is az ember felnő.
És akkor mer olyan feleséget vagy férjet választani, nem amit a szülei kérnek, mer oda menni nyaralni, ahova ő szeretne menni, nem ahova a család megy már 30 éve. Tehát pontosan ilyen valahogy ez a gyűjtési cucc is. És persze, hogy biztos vannak benne pontok, és ha most ha nagyon-nagyon megpróbálnám visszaidézni, akkor biztos vissza is tudnám, de nem nagyon menne egyébként, hogy meglátsz valamit. Tehát ha például meglátsz valamit, amit előtte nem láttál meg. És akkor egyszer csak az az élményed, hogy jé, de én ezt mondjuk 3 évvel ezelőtt egyáltalán nem vettem volna észre. Ezt a képet. Tehát érted, itt lógnak a rejglek, ott vannak a Kálmárnak az irodájában a még jobb rejglek, és én emlékszem arra, amikor bementem a galériáikba, és 6 millió forintba került egy robbanás. És akkor én puffogtam magamba, jöttem, hogy mit képítem, és mi a 6 millió. És nem tartottam akkor ott, jó, a 6 millió akkor nem volt kevés. Amikor 6 millióba került mondjuk egy robbanás, vagy mondjuk egy OM sorozatból egy kép. De én akkor még nem, olyan bementem megnézni, mert olyan érdekes volt, de nem tartottál ott, hogy most mindent megadnék egy robbanásért. De nem azért, mert... Pláne ha 6 millióba kerülne. Akkor még többet is. De nem azért, mert azóta nem tudom hány 100 000 euró egy képe a Juditnak, hanem mert hogy nagyon tetszik. És akkor nem tetszett annyira. És azt gondolom, hogy ez a folyamat, ez mindenkinél van. Hogy egyszer csak ránézem mondjuk egy robbanásra, és akkor kellett volna ott tartanom, de hogy az akkor nem tetszett annyira. És tudom, hogy hozzám sokkal közelebb áll a robbanás, vagy a Nádler, vagy a Fajó, vagy mondhatnék sok festőt, amire mondjuk kicserélődött az én gyűjteményem. Tehát ők sokkal jobban én vagyok, most már tudom. De akkor ezt nem tudod. De ezzel szerintem nincsen baj. És valahogy én ezt nagyjából mindenkinél így látom. Vagy érted, hogy mondjuk a non-figura, tehát mondjuk a figuratívból hogyan jutsz át a nonfiguratívba? Akkor a nonfiguratívnak van ugye ez a mondjuk a lírai absztrakt vagy expressionista vonulata. De mondjuk azért mondtam a 2,5 átalakulást, hogy most ott tartok, hogy észreveszek konstruktivista műveket, amiket eddig egyáltalán nem. Tényleg? Igen. Igen. Tehát, hogy változol. Ahogy öregszel, nevezzük így, akkor kristályosodsz, mert bölcsülsz, de valahogy mégiscsak így van. És én, aki soha nem érdekelt ilyen szempontból az, hogy mondjuk kitalálni azt, hogy mi az az egy vonulat, amit gyűjtök, vagy annak tudományosan minden darabja meglegyen, hanem ez a bizonyos érzéki gyűjtés. Nekem ez nagyon fontos folyamat, illetve hogy ebben az a jó, hogy az élményt, a találkozást, az többször meg lehet élni az ember életében. Tehát a Sejber is egy nagy, vagy a Batthyány is egy nagy találkozás, és akkor aztán, amikor az megváltozott, az is egy nagy találkozás, és nekem most iszonyú élmény az is, hogy milyen képeket veszek most észre. Mert az mind újdonság. Az mindegy új élmény, az mindegy új egy éjszakás vagy több éjszakás kaland. Na most ez nagyon érdekes, amit mondsz, mert és azon gondolkoztam, mielőtt ezt mondtad, hogyha majd 20 év múlva valaki beszélget veled, én már valószínűleg nem fogok 20 év múlva veled beszélgetni, de bár így lenne. Hogy, akkor mi lesz? Hogy mi lesz, mert el akarom neked mondani két dolgot a saját gyakorlatomból. Az első az, hogy a 80-as évek elején még én megőrültem Vasarely-ért. És emlékszem, hogy Londonban voltam kín a Karpov-Kasparov sakkvilágbajnoki meccsen, és ott egy galériában, ahol aukciót rendeztek, megvettem két nagyméretű Vasarelyt, amit
valami óriási szerencsével egy malév géppel haza is tudtam hozni, és kisétáltam vele a vámnál, és senki meg nem kérdezte, hogy mik ezek. És néztem otthon ezeket a Vazareliket, és akkor néhány év után eljött az, amikor megismerkedtem a Gyarmatival, és akkor azt mondtam, ez a Vazarelli nekem hideg. És egész mást kezdtem érezni, amikor ránéztem egy Gyarmati képet. Látod, te is arra beszélsz, hogy mit érzel. Igen. Igen. Hát mert hányszor van olyan, hogy veszel valamit, hazaviszed, és rájössz egy hét múlva, két hét múlva, három hét múlva, hogy én mégsem szeretnék vele lakni. Uh-huh. Igen. De most mondok egy nagyon meglepőt, és ezt mondom, a 20 év múlvára lennék kíváncsi, hogy most megnéztem, hogy a Doroteumban az úgynevezett régi mestereknek van egy aukciója, vagy talán már volt is, nem tudom, aztán talán néhány nappal ezelőtt volt, és hogy végignéztem azt az anyagot, és azt mondtam, hát azért mégiscsak ez a 15. 16. század, ez azért itt nagyon tudtam. Tehát ha nekem lenne egy ekkora kis oltárom a 13. 14. századból, akkor én nagyon boldog lennék. De ez nem jelenti azt, hogy én nem vagyok nagyon boldog a rejktől, ami nálam van. Igen. Hát például, mert az egy különleges darab. És például én azt gondolom, hogyha a rejk mellé odaraksz egy 13. századi oltárt, az teljesen rendben van. Mint ahogy nálam így is van, nem 13. századbeli oltárokkal. De nálam tök így van keverve minden. Tehát én például nagyon szeretem ha már az oltároknál tartunk, én nagyon szeretem a keresztény kultúrának, vagy a kereszténységnek ezeket a picit abszurdabb megjelenéseit. Tehát, hogy nagyobb segge van az angyalnak, bugyutább fejű a szentelt víztartó, tehát van egy ilyen szentelt víztartó, ahol a Mária effektíve, bocsánat, hogy néz ki, mint a Miss Röfi. Tehát, hogy én nagyon szeretem ennek a kultúrának ezt a művészi megjelenését. Tehát ugye nálam, vagy a népi vallási szobrokat nagyon szeretem. Vagy nagyon szeretem a prekolumbián kultúrát. Tehát az agyagszobrokat. Tehát nálam egy prekolumbián szobor simán megfér a Viltán. Ugye én nagyon szeretem a kerámiát, nekem nagyon sok kerámia van. És azok teljesen rendben vannak egymással. A Dogon Sár szobor, amit elmondtam, mert láttad nálam, ez azért, ezt elmondom, ugye ez egy ilyen nagyon furcsa állat, ez a Dogon állat, négy lába van, vagy egy, vagy két púpja, és ilyen hosszú feje. És ugye van a Tóth Menyhértnek az Afrika című képe, ami Kecskeméten van a múzeumban, ilyen hatalmas kép, és egy rózsaszín fehér kép, és egy ugyanilyen állat van rajta. És én egyáltalán nem értettem, hogy a Tóth Menyhért, aki aránylag realista festő, most a gondolkodásában mondom, az ennek miért az a cím, hogy Afrika? És akkor egyszer megláttam egy ilyen, ez Maliban csinálja a törzs ezt a szobrot, van neve, most nem jut eszembe, és megláttam ezt az állatfigurát. Ja, hát így értem. Tehát magyar biztos, hogy a Tóth Menyhért is valami újságban látta ezt a formát. És akkor érted, ez van az asztalon, ami mellett ott van a pajzsnak egy 68-as tükre, abból a sorozatból, de mellette ott van a Lívia, vagy ott van a Gádor, vagy ott van a német retro kerámia. És akkor amellett ott van a Birkás, meg ott van a ott van a rejg, meg ott van még nagyon-nagyon sok minden más is. Tehát az szerint, hogy egy 13. századi oltárt az ember meg tud szerezni, azt szerintem, hogy mondjam, a jó művek azok jó művek. Függetlenül attól, hogy az 500 éves, 1000 éves, vagy 20 éves. És függetlenül attól, hogy rejg jó, lóg nálad, nem tagadod meg a 13. századi oltárt. De miért kéne megtagadnom? Hát mert hogy totál más. Nem más. Hát hogy lenne más? Őszinte. Ez a kép, ez olyan őszinte, mint a hétszentség. És egy jó 13. századi oltár, az is őszinte. Tehát a lényege ugyanaz. Abszolút ugyanaz a lényege. Valahogy
amiről beszéltem, amikor állsz egy képpel, tehát hogyha az hiteles a viszony, és hiteles a mű, és a mű, szerintem az azonnal látszik, hogy egy mű nem hiteles. Nem tudom megmondani, hogy miért. Hogyha van benne valami hazugság, vagy van benne valami riszálás, vagy van benne valami hamisság, azt az ember valahogy azonnal érzi. És ez független attól, hogy egyébként szereted ezt a festőt, vagy nem szereted ezt a festőt. Tehát ebből a szempontból szerintem semmi különbség nincs a 13. századi oltár meg a Rejgő Judit között. Hogyha azok igazán jó művek. Na de ha már ennyit beszéltünk a Rejgő Juditról, akkor ahhoz a csodálatos Rejgő Judithoz, ami ott van, ami fekete, de van benne piros. Hát ugyanez a sorozat. Még hogy jutottál? Talán annyira nem megy messzire, mint ez a ez. Tehát ez itt már azért egyre jobban fordul a test, tehát hogy egyre inkább, ha akarom, akkor ebben nem látom a férfi felső testet, ami nálam van, abban látom. Szóval hogy jutottál hozzá? Ó, hát volt a válság, és akkor a válságban valaki, akinél volt, az eladta, és akkor van nekem egy csodálatos barátom pótanyám, és akkor tőle kölcsön kértem. Így. Így. Azért mennyit kellett adni? Ha 6 millió sok volt a robbanásért, annó. Mennyire vettem? Tudom, hogy ezeket nagyon kéne tudni, én kurvára nem tudom. Szerintem 16-ért. Uh-huh. Az sem volt jó sok. Az most. Az sem volt sok. A mai árakhoz viszonyítva. 16. Az de azért legyen. Egy nagyon nagy kép, amennyire ekkora, én emlékszem. Ekkora, ugyanez a sorozat. Mm. Ugyanez, 67-es. Bólogatsz vagy nem bólogatsz, Kálmán? Nem. Hogy visszaigazolást kapjak, hogy igen. Tudom. Igen. Az nem is volt olyan sok. Az akkor nem volt sok. Az illető nagyon meg lehetett szorulva. Önmagában sok volt. Az illető is, meg sok ilyen történetem van, azért mondom ezt el, csak nem mondok neveket. Ez egy gyűjtő volt. Nálam idősebb gyűjtő. És ez hál' Istennek nagyon sokszor előfordult, hogy van valami, erre büszke vagyok, azért mondom. Hogy van valami furcsa, nem is tisztelet ez, hanem valahogy így érzékelik, meg értékelik a mániákusságot, az enyémet, vagy a minőséget. És akkor és többször volt az, hogy nagyon jó képet kaptam, nagyon jó áron. Tehát nem az volt belőle a lényeg, hogy keressenek rajta. Hanem, hogy valahogy benne volt az, hogy nagyon neked ennyi. Mert én azt gondolom, erről az egész gyűjtés, hogy nagyon sok olyasmit látok magam körül, hogy egyrészt nagyon idős gyűjtők halálba görcsölök magukat, hogy mi lesz a gyűjteményükkel, vagy mondjuk hirtelen vagy nem hirtelen meghalnak a gyűjtők, és az egész család halálra görcsöli magát, hogy mi lesz a gyűjteménye. Én meg erről azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját játszótere. És senkitől nem lehet számon kérni azt utólag, ha én már nem leszek. Hogy ő nem akar ezen a játszótéren játszani. Tehát engem egyáltalán nem érdekel az, hogyha én meghalok. Tehát ami lesz, az engem egyáltalán nem érdekel. De az sem érdekel, ez egybe marad-e. Nem fogok senkit se azzal terhelni, hogy tartsa egybe, hogy törzsanyag, hogy anyám kínja. Nem, ez az én mániám, ez az én nagyon dobzódó, buja, mindenféle élményem és világom, ami az én gyűjteményem. És ha én nem leszek, akkor ennek valahogy meg lesz a hitelem, mert a minősége meg lesz. De a lényeg az valahogy elveszik belőle. Tehát én nem fogom, akire hagyom, vagy akikre hagyom, azokat nem fogom megkötni az ügyben. Tartsátok egybe, és nem adhattok el. Nem, csináljanak vele, amit akarnak. És hogyha nem érdekli őket a képzőművészet, akkor ne érdekelje.
Ugye az mindig egy nagyon furcsa, intim dolog, hogy, elmész megnézni egy gyűjteményt. És abból nem az a lényeg, hogy bemész valakinek a hálószobájába. Tehát nem az, hogy bemész oda, ahol ő alszik. Hanem, hogy valami nagyon, nagyon bensőt, nagyon titkosat, nagyon személyeset, és nagyon őszinte dolgot mutat meg önmagába. Tehát ez annyira minden gyűjtőnek a... Hát én nem tudom, szerintem a legbelső pszichó, tehát ez az analízis helyett van. Tehát ez a pszichológus helyett van valahogy. Ez az egész dolog, és annyi minden kiderül szerintem egy emberről. Ha bemész és megnézed a gyűjteményt. Abszolút. De leginkább mi? Hogy milyen ember? Hogy milyen ember, mert hogy milyen képekkel veszik nem körül így. Magát? Nem így. Érzetileg. A szenvedélyéről, a sötétségéről, arról a részéről, hogy mi az, amit nem akar, hogy látszódjon. Mi az, amivel küzd. Szóval hogy egy ilyen totál, van a Szépművészeti Múzeum egy gyönyörű kép, feleset, ugye a 20. század, valami szent, akit megnyúztak. Egy gyönyörű kép, egy férfinak a le van nyúzva a teste, és így a vállára van vetve a bőre. Jó. Nagyon szép kép. Szóval hogy valahogy ilyen, hogyha bemész egy ilyen gyűjteménybe. De közben meg annyira gyönyörű, hogy ebben az elidegenedett világban, ahogy ugye mindenki védi a saját kis várát, meg nem tudom micsoda, vannak ezek a gyűjtők, és akkor találkozom valakivel egy kiállításon, bemutatnak két gyűjtőt egymásnak, és akkor két hét múlva ott vagy a hálószobájában. Vagy ő van a te hálószobádban. Tehát úgy közben meg van egy olyan furcsa, azonos kaszthoz tartozás, vagy lesz rögtön egy olyan bizalmi helyzet a másik, egyébként vadidegen emberrel szemben, ami szerintem az élet más részén nem nagyon van. Hát de tényleg ez hányszor megtörtént, hogy találkozok kiállításon veled, vagy valaki bemutat valakit valakinek, elkezdesz, váltasz két e-mailt, és akkor 3 hét múlva tényleg ott van a szádba, és te vagy az ő szájába. És azt nézed, hogy a WC-be, vagy a fürdőszobájába, vagy a hálószobájába milyen kép lóg. Szóval közben meg... Tehát, hogy ez annyira jó világ. Annyira nagyon jó világ. Szóval csomó minden olyasmi, ami olyan nehezen működik az emberek között, az ebben a világban valahogy működik. Persze csomó mocsokság, meg másik a való kibaszás, meg minden van, persze. De közben meg sokkal több a pozitív élmény. De hát így találkozásokban is. Volt, akiben csalódtál, amikor bementél a gyűjteményébe, mert egyébként emberileg más gondoltál róla, vagy éppen ellenkezőleg, egész megváltozott a véleményed róla, ha megnézted a gyűjteményét. Tehát azt mondtad, egy olyan pasira... Hát csalódni nem csalódom, mert akivel csalódnék, annak nem nézem meg a gyűjteményét. Az valahogy olyan dolog, hogy akkor nem néz gyűjteményt nézni. De igen, de lehet, hogy megismerkedtetek, addig oké volt minden. Elhívott a gyűjteményt, bementél a hálószobába, és figyelj, kész. Te találkoztál olyan ember, akivel megismerkedtél, elmondta, hogy milyen a gyűjtemény, és egy sokkal jobb gyűjteményre számítottál, mint amit láttál. Nem. Na látod. Ez igaz. Hát na látod. Igen. Na látod. Legfeljebb az van, hogy érted, hogy sokkal több minden valami nem az én világom. Igen, ez egy az van. Ez fontos. Az van. De például most nem... Jó, kvalitás, de nem az én. Igen, most voltam pár napja, mi van ma? Szerda.
Hétvégén voltam egy gyűjteményben, egy gyűjteményt megnézni, pénteken jönnek hozzám, hogy... tehát, hogy és teljesen olyan képek voltak, amik nekem azt gondolom, hogy nagyon nem. Nem így mondom. Amik nem voltak ami közel nem hozzá. És mégis lenyűgöző volt. És, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy lehet, hogy ez az én világom is. Milyen kép? Konstruktivista képek voltak. De azon belül? Nadlernek a Hardedge nem, korszaka? Nem, Fajó, Mauer, Hetei. Számomra ismeretlenek. Például az mindig olyan jó, hogyha találkozol olyan képpel, vagy olyan alkotással, amire én nagyon büszke vagyok arra, hogy ránézek, akkor megmondom. Igen. Mert akkor azért az olyan nagyon menő. Az jó. Az jó, de meg az jó. Na, nézd, hogy tudod. És akkor itt meg volt benne az minősíti az én szememben igazából a nagy tehetséget, hogy nem ismerem a képét, ránézek, és tudod, megmondom, hogy igen. Jó, de itt például ebben a gyűjteményben én voltam, volt egy csomó kép, ami így abszolút magukat rejt a szemben, és nem tudtam, hogy kit csináltam. És ez nagyon jó volt. És meglepődtél, amikor megmondták? Nem is ismertem. Ja, nem ismerted. Nem is ismertem. És ez jó, ez nagyon jó. Nagyon maiak? Igen, hát nagyon, hát ilyen te korodbeli nagyon maiak. Na jó, az én korombeli nagyon maiak. Igen. Hát ez így érdekes valóban. Valóban. De azt mondod, hogy például, hogy konstruktivisták, és hogy úgy kezdesz bele zúgni a konstruktivistákba. De hát van neked fajód például, de hát olyan gyönyörű, hogy ha már hálószobáról beszélünk. De az nem régen van. Az nem régen van? Az nem régen van. De az valami csodálatos. Igen. De az nem régen van. Az nem régen van. Tehát az egy nagy lépés volt. De milyen nagy lépés volt? Valahonnan elhozni, az vagy kifizetni a zsebedből? A már mind a kettő nagyon nagy lépés volt, de én most nem erre gondoltam. Hanem? Hanem, hogy én akarok egy fajót. Mert addig nem becsülted olyan nagyon? Nemrégen nyitottam meg egy kiállítását, és ott pont erről beszéltem. Ez ugyanez, amiről ez a folyamat. Hogy valahogy az embernek lehet, hogy sok mindent kell látnia ahhoz, vagy élnie kell ahhoz, vagy öregednie kell ahhoz, hogy még megakadjon a szeme egy fajón. Hú, ebben nem értek egyet. Hát tudom. Egy fajó az a színvilágával olyan, hogy az nem igaz, hogy nem ragad meg a szemed rögtön. Nem is nem arról beszélek, hogy nem veszed észre. Hát annyira észre, mentem dolgozni, és a kizárvaknak valami pakolnak szerintem a galériába, és valahogy úgy jött ki, igen, hogy egy nagyon szép fekvő fajon került, igen, az ablakba, és akkor gyorsan fölhívtam a barátomat, aki ott dolgozik, hogy milyen kiállításra készültök, hogy van egy fajó, igen, az ablakban. Ma én is pont azt na, láttam. Akkor te a kék-pirosat. Igen. 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 Ott nem az, hogy kocsival nem... is benéztem jobbra, és ott az volt. Nem az, hogy nem veszed észre, hanem hogy közel van-e, hogy érdekel-e annyira, hogy össze akarsz vele költözni. Tehát, hogy hülyeség, amit mondok, de közben mégis van benne valami, hogy felnősz-e hozzá. De ez nem arról szól, hogy az olyan úgy van olyan magasságokban. Nem, hogy az mit sűrít, az miről beszél, az hogyan fogalmaz. És hogy te ott tartasz-e, hogy ezt megérzed, vagy észreveszed. Mert lehet, hogy 20 éve is azt mondtam, hogy igen, nagyon nagy színes kép. De hogy 20 éve még nem akartad a hálószobát. Egyáltalán nem. Mert 20 éve nem semmit nem mozgatott meg bennem. Mert 20 éve az volt, hogy nagy színes, szép kép. Sokkal egyszerűbb lett volna 20 éve megvenni. De mondjuk még 5 évvel is, vagy 8 évvel ezelőtt is sokkal egyszerűbb lett volna. Mindannyian így vagyunk. Annyi lehetőséget mulasztottunk el 20 évvel visszamenőleg. Jó, de vannak olyan kép, persze sok lehetőséget elmulasztottunk. De hát mindenki életében van 4-5 olyan kép, ami a
halálos ágyadon is az fog eszedbe jutni, hogy mi az Úristenért nem vettem meg. Vagy lehet, hogy csak három, de három-négy ilyen kép van. Te tudsz egyet mondani? Hát, ami ott olog a Kálmánnál az irodában. Ja, értem. Tudok, igen. De tudok, az nálad is volt. Tehát amennyire nem lenne már nálam az a Vörös Géza kép, ami hozzád került, az akkor nekem nagyon fontos volt ez a Vörös Géza kép. Hát annyira, hogy meg is csináltad. Meg is csináltam, meg elmentem hozzád, elkezdtem el barátkozni, hát ha eladod, de nem adtad el. És milyen érdekes az élet, hogy amikor meg eladtad volna, akkor ez nagyon, tehát ez engem nagyon meghatott, hogy fölhívtál vagy írtál, de hogy én akkor már nem ott voltam. Igen. Én azt nem is tudtam, hogy akkor már te nem ott voltál. De hát figyelj, Robi, ez nem tudom, nekem olyan természetes volt. Én tudtam, hogy te ezért képén megőrülsz, úgy adódott az én életem, hogy meg kellett tőle válnom, hát akkor igen. Csak természetes. Igen, de közben olyan, tehát nagyon szép volt, de nagyon szomorú voltam, hogy a fenébe, hogy ez már nekem nem kell annyira. Érted? De közben meg ez a jó a gyűjtésben, hogy sose áll meg. Tehát tényleg, én ugyanolyan viszonyban voltam azzal a Ibolya Csokros nő, vagy igen, mi volt a címe? Ibolya Csokros lány. Igen. Tehát ugyanolyan viszonyban voltam az... 32-ben. Köszi. Ugyanolyan viszonyban voltam, mint most viszonyban vagyok a képekkel. Uh-huh. És ez gyönyörű tükör arra, hogy az ember hogyan változik. Különben is szerintem az, amit beengedsz a lakásodba, az intim szférádba, az nagyon erős tükör. Az tükör magadnak is, meg azt szoktam mondani, szokták azt pár barátom, hogy ezek olyan nyomasztó képek. Hogy sok olyan kép van, ami úgy első látásra nyomasztó. Nálad? Igen. Szerintem nincs. Én nem értem. De jó, de te is izé vagy. De közben meg érted, úgy is tükör, hogy... Hát amit mondtam, amikor... Tehát úgy is tükör, hogy a te sötét dolgaiddal is szembesít, hogy oda kirakod. Uh-huh. Tehát igazándiból, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az, ami magadat rakod ki. Hát azt rakod ki, amit te belelátsz abba a képbe. Azt rakod ki, ami a te viszonyod azzal a képpel. És azt kirakod. Hogy nézd. Tehát mondjuk, amikor a korai keserűket kirakod, igen, akkor magadat rakod ki. Hát persze. Hát persze. De amikor a batyányit raktad ki, akkor is magadat raktad ki? Na ez jó. Akkor lehet, hogy azt raktad ki, amit magadról szerettél volna látni. Akkor az? Most meg ezt. Igen, nem. Amit magadról szerettél volna látni. Tehát erre mondom, hogy el kell oda jutni, hogy tökre vállald azt, ami vagy, vagy aki vagy. Ugye ez nekem is az életem, tehát hogy ez az én életemnek egy ilyen nagyon központi eleme. Hogy hogy vállald azt, aki vagy. Mert csak úgy tudsz hiteles lenni. És aki valahogy így a nyilvánosság előtt dolgozik, vagy emberekkel dolgozik így, annak szerintem az a legfontosabb tulajdonság, hogy hiteles legyen. És a hitelesség nem azt jelenti, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, vagy nem azt jelenti, hogy csak tetszik. Hanem azt jelenti, hogy az igaz, amit ő mond, és arra az én viszonyom lehet az, hogy ez menjen a francba, de hogy nincs benne hazugság, vagy nincs benne álságosság, vagy nincs benne átverés. Uh-huh. A kornist, ami engem lenyűgözött például, azt hogy szerezted? Hát az egy olyan kornis, ami a Kornis családnál volt. És ezt nem is adta el az öreng. És akkor, amikor meghalt a felesége, vagy a fia, akkor én ismertem valakit, aki ismerte ott a családot, és azt tudta, hogy
én nagyon szeretnék egy képet, a Kornistól egy jó képet. És akkor így került hozzá. A rossz képe nem nagyon volt egyébként. Jó, de hát ugye ez az én Kornistom, ez egy ilyen szép nagy Kornist. Szép, igen. Igen. Nagyon szép. Az hány éve van meg? 10? 15? Fú, én ezeket nagyon nem tudom. Te biztos írod, mi? Nem. Nem? Nem. Én nem írom. Nem. Én se írom. Nem tudom. Nem tudom, hány éve van. De szerintem az első képemre emlékszem. Szerintem az jó, nem tudod. Az szerintem tök jó, nem tudod, hogy hány éve van meg. Mert az azt jelenti, hogy az teljes mértékben családtag. Hát abszolút. Persze. Tehát, hogy nem azt hiszed, hogy mikor jött, mennyire jött, honnan jött. Igen. Hát, ő vele élek.